Kik azok, akik szívesen tartanak kis, állat, kis állatok közül is a kis Ez egy ok kérdés. Nyilván nincs egyöntető és egyértelmű válasz erre, de tendenciák nyilván vannak. Általában az elfoglalt fiatal emberek, fiatal házasok szoktak kis testű kutyákat tartani, a kis lakásban kezdő családosok tartanak kis testű és Hogyha azt, azt a kis mondókát vesszük elő, hogy kiskutya kis gond, nagy kutya nagy gond, akkor ebből talán leszűrhető az is, hogy, hogy általában a, a könnyebb megoldást választják azok az emberek, akik, akik szeretnének kutyát tartani, de valójában nagyon sok idejük és nagyon sok energiájuk nincs arra, hogy a, egy nagy testű kutyának a különböző speciális igényeinek is jól megfeleljenek. Ezért főleg az ilyen típusú emberek választanak a kistestű kutyát. Általánosságban az elmondható, hogy a kistestű kutyának kisebb a mozgás igénye, nyilván kétszer-háromszor, ha lemegy sétálni vele, akkor ez általában kielégíti azt az igényt, amit ők támasztanak a mozgással szemben. És hát vannak fajták a kis kutyán belül is, akik jól viselik az egyedüllétet, ha tartósan, mondjuk 10-12 órát egyedül vannak a lakásban, vannak akik azért kevésbé, de ö, általánosságban is az, itt is az mondható, hogy kis kislakásban ö, könnyebben tarthatók, az egyedüllétet is azért viszonylag jól viselik, úgyhogy meglehetősen problémamentes az ilyen kis kutyáknak a tar tartása. Persze vannak mindig kivételek, és ö, és ami még nagyon fontos, hogy a kis kutyáknak a, a tartása pénzben kifejezve is mindenképpen egy kisebb összeget hoz ki, mint egy nagy testű Ez is fontos lehet, természetesen fontos szempont lehet. A harmadik kategória tulajdonképpen az az idős ember és idős házaspár, vagy egyedülálló idős ember kategóriája, akik érzik, hogy társa van szükségük kell, hogy egyfajta ritmust, normál, általános és mindig lejelenlevő ritmust hozzon az életükbe valami, vagy valaki, és ez lehet természetesen kutya is, hiszen az az élet ritmus, amit a kutya megkövetel, az élénkségénél fogva, a mozgásánál fogva, ez a napi ritmus Természetesen jót tesz a gazdájának is, muszáj levinni, sétáltatni, muszáj bevásárolni számára, tehát muszáj, hogy mozogjon egy kicsit, tehát a kutya tölköve megmozgatja az idős embert, ami természetesen mindenkinek csak jót tesz.